Játszottunk egy döntetlen, azt mondom, hogy ebből tanulni lehet. Nem voltunk azért szomorúak, így a látottak alapján a vége az azért azt gondolom, hogy jól jöttünk ki belőle, úgyhogy mi örülünk annak az X-nek egyelőre. Utána volt egy nap pihenő, de tegnap ugye már edzettünk egyet. Nem volt feszített tempójú az edzés, úgyhogy azért tudtunk valamennyire pihenni. Egyébként ugyanúgy készülünk, ahogy az összes többi meccsre. Ezt a meccset is úgy vesztük, mint a többit, úgyhogy nem fogunk feltett kézzel menni. Mi a helyzet most ott a bal szélen? Ugye most azért nagyobb szerephez jutsz megint. Igen, sajnos Csenge megsérült. Az ilyeneket nem szeretem, ezt azért le kell szögezni, és szerintem egyik csapattársam se szereti, hogyha így kell többet játszania. Én sajnálom őt nagyon, jó állapotban volt, de azt gondolom, hogy ez benne van, sajnos ilyen a kézilabda, ilyen a sport, de bízom benne, hogy minél előbb vissza fog jönni.